Köszöntöm a rájátszás nézőit! Múlt hétvégén szinte az összes csapatunk hazai pályán játszott. Voltak, akik szép győzelmeket arattak, és voltak, akik kevésbé sikerült meccseket játszottak. Lássuk a részleteket! A HSE megyei első osztályú csapata két vesztes mérkőzés után a Hajdúdorog ellen próbált javítani a szombati bajnoki. A táblázaton elfoglalt helyezések alapján, illetve a hazai környezet miatt a HSE tűnt esélyesebbnek a mérkőzésen. Jól is kezdték a találkozót játékosaink, Kálmán Zoltán révén vezetéshez jutottak a 7. percben. Ezt követően, bár többször volt gólszerzés lehetőség együttesünknek, nem sikerült újabb találatot jegyezni. A kaputól 5 méterre is inkább a paszt választották játékosaink a biztos gól helyett. A fordulás után a vendég Hajdúdorognak viszont sikerült a gólszerzés. Egy bedobás és egy csúsztatott fejes után némi szerencsével a kapufáról pattant a léc mögé a próbálkozásuk. A mieink ezt követően mindent megtettek a győzelem megszerzéséért, de hiába játszottak emberelőnyben bő 20 percig, ez sem segített. Csapatunk a 7. helyről a 9. visszacsúszva várhatja a folytatást. A megyei másodosztályban a HSE 2 is régóta vár már egy újabb sikerre. Mezei Józsefék egy hónapja nem nyertek mérkőzést. A 16 csapatos bajnokság 12. helyén álló HSE 2 fogadta a 14. pozíciót elfoglaló Pocsaj KSE csapatát. Az esély a győzelemre tehát megvolt a kezdő sípszó előtt. Ez azonban szerte foszlani látszott, amikor a vendégek vezetést szereztek a találkozó elején a 7. percben. Szerencsére csapatunk nem adta föl. Harsányi Zsolt 25. és 28. percben szerzett duplájával, még a szünet előtt fordítani tudott a HSE 2. A második játék részben próbálkozott a vendéggárda az egyenlítéssel, ám a szünetben beállt Gönczi Tibor hatalmas bomagoljával pontot tett a 3 pont kérdésére. A győzelemmel megszakadt végre egy rossz sorozat, reméljük ezt az arcát mutatja a továbbiakban is Mezei József együttese. A megyei női kézilabda bajnokságban az amatőr NKS-e kapcsán megszokhattuk, hogy a tavasz a sikerről szól. Ezúttal a téglás ellen kellett bizonyítani hazai pályán. Az amatőr NKS-e szombat délelőtt fogadta a sportházban a bajnokságban két helyen mögöttük lévő téglás VS-e csapatát. A találkozó képe alapján azonban nem két helyennyi volt a különbség a két egylet között. Szabó Andráék az első 30 percben földbe döngölték az ellenfelet. Nagy Marian vezérletével futószalagon gyártották a gólokat, a szünetre 16-3-as szoboszlói vezetés mellett vonulhattak költözőbe a csapatok. A szünet után már a cserék is többször pályára léptek, és ekkor ugyan szorosabb eredmény született, 14-11, összességében szó sem lehetett vendéggyőzelemről. Az amatőr NKS-e továbbra is a 3. helyen áll, 1 pontra lemaradva a Delke gárdája mögött. A zárófordulóban éppen a riválishoz utazik a csapat. A másik megyei kézilabda bajnokságban szereplő csapat, a Hajdúszoboszlói NKS-e női kézisei kapcsán kevés sikerről tudtunk beszámolni a tavasz folyamán. A Nádudvar elleni mérkőzésük sem lett kivétel. A Hajdúszoboszlói NKS-e mind az 5 tavaszi meccsét elveszítette. 6-odjára a Nádudvart fogadták, ám ellenük sem sikerült javítani. A találkozó elejétől kezdve hátrányban játszottak lányai, és az eredmény utáni futás minden erejüket felemésztette. Ezúttal sikerült megakadályozni az ellenfelet abban, hogy lerohanásokból szerezze góljai többségét, ám most meg a felállt fallal történő védekezésnél nem tudtak maximálisan helytállni a lányok. A szünetre kialakult 6 gólos, 17-11-es vendégvezetést nem sikerült csökkenteni a fordulás után. A vége 34-21 lett a Nádudvarnak. Mindkét fél időt elveszítette tehát a már-már hitehagyottnak tűnő társaság, amelyik így sorozatban 7. meccsén is alul maradt riválisaival szemben. A 9 csapatos bajnokságban továbbra is a 6. helyen állnak, ám ez csupán az ősz első felében nyújtott remek produkciójuknak köszönhetik. MB2-es férfi kézilabdázóinknak volt egy 2 hetes szünet a bajnokságban. Ez alatt nem játszottak tétmérkőzést, csupán a Martfű ellen készültek, eredményesen. A Hajdúszoboszlói KSK idén nem a zöld asztalnál szeretne bent maradni az MB2-ben. Ennek érdekében eddig remekül teljesítenek a fiúk. Ezúttal azt a Martfűt fogadták, amely ellen ősszel kikaptak idegenben, és amely gárda előttük is állt a táblázaton. Az előéletet figyelmen kívül hagyva, ezúttal győztesen került ki a párosításból egyletünk. Ehhez persze kellett az a nyitott védekezés, amelyet a 2 hetes szünetben gyakoroltak be a srácok. Meg is lepték vele az ellenfelet. És kellett továbbá a nagyszerűen védő Tóth Gergő is.
Kátai Rihádról pedig újra csak dicsimuszokat lehet zengeni. A fiatal játékos végig pályán volt, hatékony védőmunkája mellett 15 gólt is szerzett. Félelmetesen jól játszik hétről hétre. A találkozó egyetlen negatívuma, hogy Papp Tibor bokasérülést szenvedett. Nem tűnik túl komolynak, ám néhány hétre így is kidőlt a sorból. A folytatásban ezen a hétvégén új kígyóson kellene folytatni a pontok gyűjtését. A felnőttek után a két junior gárda is összecsapott. A fiatalok játékán érződött, hogy a felnőtt meccsen is pályán voltak. A tabellát vezető hajdúszoboszlóiak ősszel is legyőzték a jelenleg 6. Martfűi Pistáit. Hazai pályán csak az eredmény volt kérdéses, a győzelem nem. Igaz, a játékosaink lábában rendesen benne volt a felnőtt mérkőzés. Így aztán a szünetre csupán 3 gólos volt az előny. A fordulás után apró lépésekkel, de sikerült növelni az előnyt, végül 8 gólos, 38-30-as sikerrel zártak a fiatalok. A bajnokságban 3 pont előnyen állnak továbbra is az élen ifistáink. Az NB2-es sakk csapatbajnokságban múlt hétvégén rendezték a zárófordulót. A hajdúszoboszlói sakkese a Nádudvar alakulatát fogadta. Nem teljesen úgy sikerült az évad sakkozóink számára, ahogy azt szerették volna. Ennek okairól Baranyai Szabolcsot, a hajdúszoboszlói sakkese elnökét kérdeztük a Nádudvar elleni bajnoki előtt. Az egyik leggyengébb szezont zárjuk, amióta csak ez az egyesület létezik. Úgyhogy ehhez nehezen tudok mást hozzátenni. Ha a szezon lehetett volna jobb is, a zárást mindenképpen győzelemmel szeretnék hozni. Hát mára úgy néz ki, hogy papírforma szerint elvileg nekünk nyerni kellene. Jobbak vagyunk, mint az ellenfelünk, Nádudvar. Tehát ez azt jelenti, hogy itt nem lehet más eredmény, csak az, hogy mi nyerünk. Persze ez nem csak kincstári optimizmus, ez a papírforma is. A hétvégi mérkőzéssel csak a csapatbajnokság ért véget. A játékosok előtt még vannak különböző egyéni versenyek az újabb évadig. A játékosoknak, mármint ami a csapatbajnokságot illeti, a szeptemberig szünet van. Szeptemberben kezdődik az új bajnokság, a 2014-15-ös, de addig viszont egyéni versenyek vannak, egyéni versenyek, bajnokságok, országos, nemzetközi, sőt, mi is rendezünk most egyet, június 25-29-én felújítjuk ezt az Alföld kupát, ami éveken keresztül működött. Most újból fog menni, ha játékosaink ezen is részt tudnak venni, és tudnak másokkal is játszani, mert itt az egész országból meg külföldön is szoktak ezen a versenyen részt venni. Azon túl pedig a gyerekversenyek vannak, a korcsoportos bajnokságok különböző, tehát nyáron bonyolódnak le azok a versenyek, amelyek télen, illetve a szezon, bár a csapatbajnoki szezonban kevésbé. Őszre teljesen megújultan kívánnak asztalhoz ülni sakkozóink, magasabb célokat kitűzve maguk elé. Megpróbáljuk a csapatot egy kicsit felerősíteni, abból a célból, hogy jövőre azért már szeretnénk meghajtani a bajnokságot, magyarul szeretnénk megnyerni és visszakerülni oda, ahova vagyunk, vagyis az NB1-be, ahova tulajdonképpen alkalmas a mi csapatunk, ha megfelelő szintű játékosok, az a 2-3 ember az, ami hiányzik tulajdonképpen, és akkor már ott vagyunk, ahol szükségesek kell, hogy legyünk. A magasabb osztályban szereplés több költséggel is jár. Baranyai Szabolcs szerint azonban ezek a költségek nem megterhelőek, előteremthetőek. Vannak bizonyos vonzatok, anyagi vonzatok, de nem annyira erősek, hogy ne lehessen kívül. Én bízom benne, hogy a önkormányzattal, amelyik lényegében is alapvetően fenntartója egyesületünknek, hogy az megérti, mint ahogy a korábbiakban is megértette, és ha nem is 100%-os, de közel 100%-os támogatást meg tudjuk kapni. De ez még a jövő. Ami pedig a mostani mérkőzést illeti, csapatunk ha szoros eredménnyel is, de 6,5-5,5 arányban behúzta ezt a győzelmet. A bajnokságban 7. helyen zárt a 12 csapatos mezőnyben. Az Árpádese úszói ezúttal hazai medencében mutathatták meg tehetségüket. A 13. alkalommal megrendezett Árpád kupán 25 úszóklub 263 versenyzője vett részt. Az Árpád kupa az egyik legelismertebb hazai úszóversenyek közé tartozik. Jól mutatja, hogy idén is közel 300 versenyző állt rajtkőre. A verseny részleteiről Ludmány Lászlót, az egyesület edzőjét kérdeztük. Mivel több úszoda épült már a Tiszántúlon,
Hosszú éveken keresztül ugye egyeduralkodó volt Hajdúszoboszló, egyre több versenyt rendeznek a különböző új 50 méteres huszadákba, így a versenyzői társadalom is megoszlik. Régebben 4-500 fővel tudtunk egy ilyen versenyt megrendezni, most 263 versenyző érkezett, 25 úszóklubból. Ez egy átlagos létszám, jónak mondható. 25 hazai klub érkezett erre a versenyre, de természetesen küldtek meghívást külföldi egyesületek részére is. Küldtünk a környező országokba is, eddig országos jellegű verseny volt, a környező országokba is küldtünk versenymeghívót, most erre a versenyre nem jelentkezett senki, gondolom ott is versenydömping van a különböző országos bajnokságokon. Ez a verseny 200 méteres távokra épült. Jól illeszkedik a versenynaptárba. Van egy felépített versenyrendszerünk, a mostani verseny csak 200-as számokból áll, gyors hátmer pillangó, női és férfi számokból, valint 4x100 vegyes váltó, fiú és női váltó. 10 korosztály versenyzik, a legidősebb korosztály az 18 éves és idősebb, a legfiatalabb pedig 2005-ös, az 8 évesek és fiatalabbak. A hazai környezetben természetesen hazai versenyzők is rajtkőre álltak. A elvárásoknak megfelelően versenyeznek, külön öröm az, hogy a legjobbjaink is ismét javítgattak az eredményeiken, a fiatalok is, akik hát 6 utánpótláskorú versenyzőnk van ebbe a jövő bajnoki országos programba, és a nagy pesti megmérettetés, ami most jövő hét szombaton lesz, ahol valamennyien ilyen válogatott jövő bajnokai részt vesznek, ők is jó, hogy mondjam, pozícióból indulnak. Az Árpád-Ese úszói a csapatok rangsorában a második helyen végzett. 13 arany, 4 ezüst és 5 bronzérem lett a termés. Simon Imre és Dobos Dorottya volt a két legeredményesebb hajószoboszlói. Külön díjat kapott rajtuk kívül Tóth Csilla és Holda Péter is. A múlt hétvégi hazai sportdömping után ezen a hétvégén két csapatunk kivételével mindenki utazik. A két kimaradó közül az amatőr NKS-el szabadnapos a megyei női kézilabdabajnokságban, míg a másik szoboszlói csapat, a hajdúszoboszlói NKS-e szombat délután 4-től játszik a sportházban. Zelizi Miklós tanítványainak ellenfele a Berettyó MS-e csapata lesz. Köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is!